Elbúcsúzhatunk az idén a nagy rendezvényektől. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy augusztus 15-e után sem lehet 500 főnél nagyobb rendezvényeket tartani. Az országos bejelentés után több olyan rendezvényt is kénytelenek visszamondani a szervezők, amik már 90%-os készültségben voltak. Ilyen volt a szeptember második hétvégéjére tervezett 5. Bátaszéki bornapok is. Körülbelül 90%-os készültségben volt a mi fesztiválunk, szinte minden részét megterveztük. Nem mertük ugyan még a nyomdába beküldeni az anyagainkat, mert nem tudtuk, hogy milyen kormánydöntés fog születni, tehát ez volt már csak hátra, de majdnem minden szervezési feladattal és munkával végeztünk. Éppen ezért hát szomorúak vagyunk miatta. Az elmúlt években igyekeztünk mindig olyan programmal megkínálni a bátaszékieket és a városba érkezőket, amelyek vonzották a tömeget is. Nyilván a gasztrokulturális része a fesztiválnak, a vidámpark és a kirakodók, ez is egyfajta szempont, és nagyon fontos, ez nyilvánvaló, de amikor leszervez az ember, mondjuk ebben az évben lett volna egy Ossian koncert, egy Intim Torna Illegál, egy Neuton Familia nagy koncert, de itt lett volna velünk mondjuk Olá Gergő, a Honeybees, Delhusa John, de ismert Tolna megyei zenekarok is, akkor azért számíthattunk esetenként vagy koncertenként 1-2, de sokszor 4-5-6-7-8 ezer emberre is. Tehát ezt már azért felelősséggel felvállalni nem lehet. 30-án a délelőtti órákban kaptuk meg az információt, amely alapján ugye mi is döntést hoztunk. Aznap délután én polgármester úrral megbeszéltem, hogy akkor mi legyen, és megszületett a döntés, és már aznap délután elkezdtük fölhívni a szervezőket, a rendezvényszervező kollégákat, az együttesek menedzsereit, kontaktjait, illetve folyamatosan értesítjük a kirakodókat, a vidámparkosokat, a borászokat, a gasztrósokat, a kézműveseket, akik jöttek volna hozzánk, illetve mindazokat a szolgáltatókat, akik az infrastruktúra kiépítésében és megvalósításában részt vettek volna. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere elmondta, nagyon bíztak benne, hogy megtarthatják a fesztivált, de az 500 fős korlátozás ellehetetlenítette a rendezvény megtartását. A polgármester szerint azonban szükség van kisebb rendezvényekre, ezért a következő hónapokban szabadtéri zenés rendezvényeket szerveznének a város területén. Ugye mi nagyon-nagyon szerettük volna, hogyha a jubileum 5. bátaszéki bornapot ebben az esztendőben meg tudtuk volna rendezni. Ennek érdekében minden előkészítő feladatot elvégeztünk. Már az év elején megpróbáltuk a programot összeállítani, leszerződtünk különböző fellépőkkel. Tehát alapvetően a program, hogy ez szeptember 11 és 13 között le tudjon bonyolódni, rendelkezésre állt. Tudomásul vesszük a kormány azon döntését, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel továbbiakban sem lehet 500 fő feletti rendezvényeket megtartani. A kollégákon most azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk mégis egy kicsit visszaadni az illúziót, egy rendezvény illúzióját a bátaszékieknek, ezért szeretnénk majd adott esetben augusztus végén, szeptemberben és az időjárás engedi októberben egy-két olyan szabadtéri zenés rendezvényt tartani, amivel egy kicsit vissza tudjuk adni a közösségi élményt, vissza tudjuk adni a közösségi érzést, és hát egy kicsit a bátaszékieknek tudunk szabadtéri szórakozási lehetőséget biztosítani. Alapvetően utca fesztiválokban gondolkodunk, egyébként Bátaszékre jellemző is volt, hogy a nyár folyamán utca fesztiválokat tartottunk. Ugye ezt a képviselőtestület döntése alapján ebben az esztendőben december 31-ig töröltük. Ezeket fogjuk újra gondolni, és ha lehet egy ilyen kéthetes periódusokban, azért lehetőséget teremteni szabadtéri szórakozásra. A problémát az fogja jelenteni, hogy hogyan lehet majd az egészségügyi szabályokat betartani, azaz, hogy 500 főnél többen egy rendezvényen legyenek. Hát ezt majd végig gondoljuk, hogy ezt hogyan lehet gyakorlatban megvalósítani. Mindenképpen arra fogjuk felhívni majd a rendezvényen résztvevők figyelmét, hogy tartsák be mindazokat a érvényben lévő szabályokat, amelyek annak érdekében kerültek meghozatalra, hogy az egészségünket a továbbiakban is tudjuk védeni. Bár az 5. bátaszéki bornapok elmarad, de a korlátozások betartásával nem maradnak program nélkül a bátaszékiek.